Megkezdődött a moszkvai ingatlan ügyben indult per. Az ügyészség jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezeléssel és más bűncselekményekkel vádolja a volt moszkvai nagykövetet és hat társát. Egy a magyar állam tulajdonában lévő moszkvai ingatlan szabálytalan eladása miatt indult az eljárás. A vádlottak és védőik szerint a vád nem törvényes, a bíró azonban kérésük ellenére nem szüntette meg az eljárást. A vádlottak fellebbeznek. A 30 oldalas vádirat felolvasása csaknem másfél órán keresztül tartott. A dokumentum szerint a moszkvai épületet szabálytalanul és jóval a piaci árulat adta el az akkori moszkvai nagykövet, Székely Árpád. Az ügyészség szerint, amely 2009-ben kezdett el nyomozni, a vagyonkezelőnek miniszteri felhatalmazás nélkül nem is volt joga az eladáshoz. A moszkvai kereskedelmi kirendeltség valós értéke a vádirat szerint 2008-ban több mint 91 millió dollár volt. Elsőrendű vádott az ingatlan valós pályázat verseny felhasználható értékbecslés az ezeket előírő jogszabályi rendelkezések mellőzésével a felhatalmazását túllépve mindösszesen 23.689.585 USA dollár összegért történt értékesítésével a magyar államnak 67.959.640 USA dollár összegű vagyoni hátrányt okozott, amely nem térült meg. A vádpontok között bűnpártolás, valamint magánokirat hamisítás is szerepel, amelyet a vádlottak az eddigi eljárásban nem ismertek el. Szerintük az államot nem értek el. Állításuk alátámasztására bizonyítékokat nyújtottak be az ügyészségre. Az eljárást ezért korábban fel is függesztették. Beérkezett az orosz jogsegély és beérkezett az angol jogsegély is. Ez mind a kettő jogsegély hivatalos, pecsétes dokumentummal igazolja a mi álláspontunkat, és homlok egyenest ellentmond az ügyészség álláspontjának. A védők a vád törvényességét is megkérdőjelezték. Kifogásom a vád törvényességet, ami egyszer már egyébként megbukott ugyanezen a bíróságon. A vádlottak és védőik az eljárás megszüntetését kérték a bírótól, aki szerint, még ha tartalmaz is pontatlanságokat a vádirat, de alaki és formai szempontból alkalmas az eljárás folytatására. A vádemelés tekintetében az ügyész döntése szuverén. A vád törvényességét nem érinti, hogy a vád benyújtását egyáltalán megelőzte nyomozás, betartották-e a nyomozás és a vádemelés eljárásjogi szabályait. Ezt az érvelést a védők és a vádlottak nem fogadták el. Valóban mindenkinek az az álláspontja egységesen, hogy a nyomozás is törvénytelen volt, és a vád is törvénytelen. Tulajdonképpen ügy sincs, kár sincs, semmi nincs, ez az egész probléma, ez semmi más, mint az ügyészségnek a fantáziálása, és ehhez a fantáziához gyártottak egy vádiratot. A tárgyalás, ha nem lesz új vádirat, akkor novemberben folytatódik.